ez a nagyszerű munka, ez nem volt finanszírozva. Ez önmagát finanszírozta. Ebbe is egy egész különleges dologgal állunk szemben. Amikor utólag kellene mégiscsak szakszerűen feldolgozni, hát az mégiscsak valamiféle finanszírozásra lenne szükség. Az én személyes kontribúcióm ehhez a könyvhöz nem túl sok, azon kívül, hogy időnként jeleztem, hogy erre nagy szükség lenne. De mivel úgy kerültem az ajánlók közé, többek között hivatkoztam Dezsőfi Gyulára, a Szabad Európa Rádió magyar osztályának az első igazgatójára, akivel úgy hozta a sors, hogy végül is baráti kapcsolatba kerültünk, és akinek a vendégszeretetét is élvezhettem nagyszerű körülmények között. Hát igazán egy igazi magyar úr volt, ahogy ő engem vendéglátott és fogadott. Nos, hát őtől le tudom azt, amit sajnos nem lehet kihagyni a magyar helyzetnek a megítéléséből, hogy Csóri Sándor magasrangú szabadkőműves volt. Mert ő is az volt, és így vagy úgy, ezt a tudomásomra hozta. Na nem ilyen direkt módon, ahogy én most így rövidség kedvéért mondom. Mert egyáltalán a Magyarok Szövetségével kapcsolatos 20 évet a szabadkönyvesség nélkül nem lehet megérteni. Nem lehet. És azt is hozzáteszem, és vállalom ennek a következményeit, hogy ez egy talmudista, erkölcs szerint működő szabadkönyvesség. Talmudista. Amiben az is benne van, hogy valamiért magyar gyűlölő, és ízig-vérig magyar ellenes. Nem is lehet más. Ez a lényegéhez tartozik. Muszáj. Muszáj bizonyos dolgokat kimondani. És akkor, amikor a magyar állam hivatalos politikája a keresztény erkölcsi rendhez való igazodás, miközben dominanciája van a talmudista erkölcsi rendszernek, ma is, most, akkor egy nehéz dilemma előtt állunk. És enélkül nem lehet azt a nagy meccset megnyerni, amely 2022-ben lesz. Mert ez egy nagy meccs lesz. És ahhoz talmudista erkölcsi normákkal nem lehet odaállni, harcolni, csak keresztény, elveken nyugvó, erkölcsi világrend szabályai szerint. Persze nyilvánvaló, hogy ez előnytelen, mert ez olyasmi, mint amikor úgy kell a kötött fogású birkozónak birkozni, hogy a másik fél az meg pankrációt is megengedhet magának, meg mindent, sőt, a végső soron előkaphatja a tört, és beleszúrhatja az ellenfelébe, és közli, hogy győzött. Tehát egy nagyon nehéz körülmény. Na most, ha ilyen nehéz körülmények között áll a magyarság, és itt nagyon, nagyon is a lényeget mondta az előttem szóló Botján Zoltán elnök helyettes úr. Nagyon is a lényeget. Hogyha nem állunk föl, és nem teszünk meg mindent a magyar nemzeti identitásunk és a magyar nyelv használatának a megőrzésért, mert ugyanis a magyar nyelv használata magyar gondolkodásmódot ad, és magyarrá teszi azt, aki elkezdi használni a magyar nyelvet. Egy különleges hatása ez a magyar nyelvnek, hogy magyarrá teszi azt, aki használja.
És ha mi nem teszünk meg mindent, hogy ez élő nyelv maradjon a magyarságnak az otthonában, a Kárpát-medencében, akkor valóban maradnak itt emberek, csak nem lesznek magyarok. A magyarság fog eltűnni a kultúrájával együtt. Tehát, amikor arra készülünk, hogy ezt a nagy meccset 2022-ben megnyerjük, mert ha nem nyerjük meg, akkor a magyar nemzet belesz, zúdul egy sötét szakadékba. És akkor megint láthatjuk, hogy a nadrágos meg a szoknyás Gyurcsány vezeti az országot. Egyik ugyanaz, mind a kettő. Nincs különbség köztük. Tehát ilyen körülmények között eljött az idő, és most érkeztem el fő mondani valomhoz. Én Patruvány Miklóst csak itt ismertem meg a Magyarok Világszövetségében. És fokozatosan kialakult egy véleménye rólam, mint hogy ő neki meg egy véleménye én rólam. Kész. Ez így szépen, fokozatosan. És láttam, hogy egy igaz magyar emberrel van dolgom. És mivel én mindig szintén ilyesmi szerettem volna lenni, hát bizonyos fokig igen, példaként tekintettem rá. De az idő úgy hozta, hogy még szabad európás szerkesztőként én kapcsolatba tudtam kerülni Orbán Viktorral. És megmondom őszintén, hogy ez a kapcsolat nagyon pozitíven alakult. Én nekem egy nagyon jó véleményem alakult ki Orbán Viktorról. Most nem részletezem, mert ennek is van egy története, hanem csak azt akarom elmondani, hogy ez az ember, akit én először Pozsgai Imrének neveztem, államférfinak. És én tőlem vette át a Pozsgai. Hogy ez nem egyszerűen magyar politikus, ez egy államférfi. És eleinte még hivatkoztam olyanokra, mint Martinuzzi Fráter György, meg kerestem a magyar történelemben neki az elődjeit. Ma már nem keresem, mert ez ő már önmagában egy magyar államférfi, az eddigi teljesítmény, illetve egy európai mérték. Sőt, bizonyos értelemben globális szinten is számításba jövő államférfi lett belőle. És ehhez társul az, hogy én egy személyi szimpátiát is érzek iránt. És ezt én soha nem titkoltam. És ezért meg is kaptam azt, hogy Orbán Viktor fizetett ügynöke vagyok. Hát nem vagyok semmilyen ügynök, Orbán Viktornak se vagyok ügynöke, és egy fillért sose kaptam tőle, úgyhogy maradjunk abba. Készfogást kaptam tőle, de azt annak idején, mikor még én is vállati jogtanácsos voltam, azt úgy szoktuk nevezni, hogy egy ötös az igazgatói alapból. Ezzel azt vegyezzük, hogy pénz nem volt, csak készfogás. Hát egy ötöst az igazgatói alapból kaptam, de más nem kaptam. Tehát én semmiféle lekötelezettje nem vagyok neki. De a magyar nemzet megmaradásának elkötelezettje vagyok. És eljött az idő arra, hogy egy államférfi ismerje föl, hogy a 2022-es nagy meccs megnyerésére nélkülözhetetlen az, hogy megtegye, amire már rég eljött az idő, hogy erkölcsileg nyújtson elégtételt egy olyan igaz magyar embernek, aki az egész életét rátette erre a munkára, és óriási eredményt tett le az asztalra. Ezt szokták kognitív diszonanciának nevezni. Hát igen,
Mert én nem titkolom, hogy szeretem Orbán Viktort, de azt se titkolom, hogy szeretem Patrubány Miklost. És az igazság az, hogy ma a labda Orbán Viktor oldalán pattog. Neki kellene gesztust tenni, és elismerni, hogy itt tévedett, mert tévedett. És ezért van az, bár ezt először Svájcban, aztán később Münchenben hangzott el, hogy Orbán Viktort egy kevesebb hibával működő Orbán Viktorra kellene lecserélni. Ez lehetséges lenne, de ezt a cserét csak maga Orbán Viktor tudja megtenni. És ilyen hiba, amit a magyarok világszövetségével szemben elkövetett, már réges-rég korrekcióra szorult volna. Úgyhogy én innen is azért, hogy megnyerjük ezt a sorsdöntő választást 2022-ben, felszólítom Orbán Viktort és csapatát, hogy végre tegye meg azt, amire már réges-rég eljött az idő, hogy adja meg azt a tisztességes és méltóságot a Magyarok Világszövetségének, amelyet a tevékenységével és a munkájával kiemelt, és igenis arkolt adjon erkölcsi elégtételt annak a nagyszerű magyar hazafinak, akit úgy hívnak, hogy Patrubány Miklós. Köszönöm. Én, aki közelről követhettem ennek a könyvnek a megszületését, hiszen nagyon sokszor a szerzőt foglalkoztató kérdésekre én adtam eligazító, forrás megjelölő útmutatást, láttam és érzékeltem, hogy milyen döbbenet lett urrá a szerzőn, akkor, amikor megismerhette azt a levélváltást, illetve hát sajtóban lezajlott üzenetváltást, ami Csóri Sándor és közöttem zajlott volna, hogyha ki nem cenzurázzák minden válaszomat. Akkor, amikor 15 éves keresgélés után megtaláltam azt a szörnyű levelet, amelyet 1957-ben 251 magyar író aláírásával az ENSZ-hez küldtek, kérvén az ENSZ közgyűlését, hogy vegye le napirendről a magyar kérdés tárgyalását, ugyanis az ENSZ nem volt hajlandó ezt levenni. Később Kennedy elnök szigorúan ellenállt, és azt mondta, hogy addig, ameddig a magyarországi politikai foglyokat, az 56-os bebörtönzötteket szabadlábra nem helyezik, addig minden évben fog az ENSZ közgyűlésének napirendjén ez a kérdés szerepelni. Tehát így következett be az 1963-as amnestia. Lényeg, hogy azt a levelet én 15 évig kerestem, hiszen teljesen elrejtették a nyilvánosság elől. És én is csak egy véletlen folytán szereztem róla tudomást, ebben az épületben történt, valamikor olyan 94 és 95 között, amikor egy amerikai küldött rászólt hangosan itt a szünetben Pozsga Imrére, akit akkor én még nagy államférfinek tekintettem, és elnök úrként szólítottam, hiszen úgy láttam, hogy a magyarországi rendszerváltásnak ő a nagy vesztese, és más irányt vett volna a magyar élet, hogyha nem Göncz Árpádot, hanem Pozsga Imrét választják köztársasági elnökké 90 után. Tehát rászól ez az amerikai küldött, hogy te hallgass, te csirkefogó, mert mi tudjuk, hogy te mit írtál alá 57-ben. És Pozsga Imre muk nélkül maradt, egy árva hanggal nem reagált rá. Én léptem oda mellé, kérdeztem, Imre, hát mi történik itt? Miről beszél ez az ember? Hát azt mondja,
Írtunk egy levelet az ENSZ-hez annak idején, hogy 56-ot vegyék le napirendről. Mondom, ki az, mi az, hogy írtunk, kik írták? Hát rajtam kívül még Sándor mutatott Sórira, és még sokan mások. Most én attól persze kezdve kerestem ezt a levelet, és nem találtam. Lezajlott az 50. évforduló, az 56-os forradalom 50. évfordulója 2006-ban, és akkor sem került elő. Pedig végigkutattattam az ENSZ székházának az archívumát is egy ott talált ismerőssel. És végül 2007-ben egy Kósza Internet levél terelte rá a figyelmemet, hogy ez a bizonyos levél megjelent valamikor 57 őszén a magyar sajtóban, és hát akkor kezdtem keresgélni, és nagy nehezen bukkantam a nyomára, amikor már pontosan tudtam a lapszámot, az Országos Széchenyi Könyvtár nem akarta kiadni. Csak ismételt írásos felszólításra és fenyegetésre adta ki. Most ezt a levelet én a következő Árpád Hír televízióban, akkor már működött internetes televíziónkban, minden csütörtökön tartott Magyar Sorskérdések című műsoromban úgy ismertettem Rácz Sándorral és Kis Dénes költővel, aki ugyancsak ugye 56-ban megjárta a börtönt, hogy előzetesen nem szóltam nekik róla. És elképesztő döbbenet lett úrrá rajtuk, amikor meghallották a szöveget, és akkor megismerhették az aláírók névsorát. Na most kérem szépen, ez a levél, amelyik azt mondja 57 őszén, hogy tavaly, hát 56. október 23-án, vagy októberében a fasizmus minden üledéke felkavarodott Pest utcáin, hát ez egy elképesztő állítás, hiszen mi már ekkor tudjuk, hogy 56 egy üdvtörténeti jelentőségű esemény volt, nem csak magyar, nem csak világ esemény, hanem üdvtörténeti jelentőségű esemény, amelyik messze túlnőtt minden érték szerint a francia forradalmon, amelyik a magyarság lényegét mutatta meg. Tehát nem szabadság, nem szabadság, egyenlőség, testvériség hamis jelszava mentén hirdetett programot, hanem a magyarság lényegét hozta. Szabadság, tisztesség, méltóság. És ekkor erre rámondja 250 magyar író, köztük mindenki, Illyés Gyulával kezdve Németh Lászlóig és sajnos Nagy Lászlóig el, hogy ez fasizmus volt, és köszönjük szépen a Szovjetuniónak, hogy megsegítette Magyarországot, hogy vérbe folytotta. Hát ezt nem lehet elviselni. És az a társadalom, amelyik ezzel együtt él, az a társadalom elpusztul. És az, ahova, most ugrok egy nagyot, ahova a magyarság 89 után 2020-ig jutott, ahova zuhant 89 óta 2020-ig a magyarság, az mind ide vezethető vissza, erre a levélre, amelyik megtörte erkölcsileg a magyarság gerincét. Hiszen azóta ez a magatartás forma vált uralkodóvá. Lényegében nincs olyan bűn, ami fölött ne lehetne a magyar életben egy válrándítással tovább lépni, akármelyik oldalon. Nem akarok most aktuál politikával példálozni, de tény, hogy ez a zuhanás, ez azóta is tart, és nincs megállás addig, ameddig erre rá nem világítunk. Természetesen Csóri Sándor felsziszent, hiszen az ő nevét is külön említettem akkor a 250 valahány aláíró közül, és írt a Magyar Nemzetben egy nagy, féloldalas cikket, nyílt levél Patrubány Miklóshoz, amiben elmondott mindennek, benne van a könyvben, el lehet olvasni. És erre aznap megírtam a válaszomat, és a Magyar Nemzet megtagadta
megtagadta a lehozását. Hát van ilyen sajtótörténet bárhol, mert hogy egy diktátor, teszem azt, egy Sztálin, vagy egy akármilyen diktátor megtiltja, hogy egy róla szóló, vagy neki hozzáintézett levelet, vagy őt netán bíráló levelet nyilvánosságra hozzanak, de hogy egy demokratikus társadalomban egy szereplő, egy fontos szereplő, neki esett név szerint egy másik szereplőnek, és annak a válaszát nem hozzák le, hát ilyen nincs. Ez csak Magyarországon fordulhat elő. És emiatt az erkölcsi nihil miatt, ami itt 57-ben kialakult. És még viaskodtam, még 10 napja, mert ígérgettek egyik szerkesztő, másik szerkesztő, küldözgettek ide-oda, hogy majd így, hogy úgy, hogy lehozzák, és még azon fáradoztam, hogy valahogy csak hozzák le a válaszomat, megjelent Csóri Sándornak a második levele a Magyar Nemzetben, utolsó levelem Patrubány Miklóshoz, ahol még erkölcsileg is megpróbált szétszedni. Erre is megírtam aznap a válaszomat, és ezt sem láthatott napvilágot soha. Na most hát ez a 4 levél, ez lényegében az a gyújtópontja ennek a történetnek, amelyik előre is visszamenőleg is rávilágít a magyar tragédiára, a II. Világháború utáni, máig tartó magyar tragédiára. És amiben ebben a történetben a Világszövetségnek a 2000 utáni története egy sajátosan számunkra fájdalmas, de hisszük, hogy az egész magyar nemzet részére fájdalmas történet. Tehát a szerzőnek az a nagy érdeme, hogy ebből a konfliktusból kiindulva úgy tudja láttatni az egész magyar társadalmat, hogy megértjük, és mindenki számára világossá válik, hogy az, amit 46-ban Márai Sándor így és Gyuláról mondott, tessék elolvasni, ott az utolsó oldalon, vagy az utolsó előtti oldalon van, hogy milyen döbbenetesen világosan látta már akkor így esnek a jellemgyengeségét. És figyelmeztette őt 46-ban már, hogy keserves lesz az ébredése, amikor rájön, hogy ő nem a magyar nemzetnek valamiféle megváltója, hanem egy rabló csapatnak az énekese, csupán krónikása. Kérem szépen, ez a könyv most már ettől a perctől kezdve saját életét éli. Én azt hiszem, hogy ez a könyv mindenképpen azt a keserves ébredést fogja a magyar társadalomban elvégezni, amit Márai megjövendőlt. Keserves lesz a ma élő magyar nemzedéknek rádöbbenni, hogy mindazok, akiket példaképként emlegettek, akit ma is hozsannáznak, 90. holtában, 90. születésnapjára idén rendeztek Csóri Sándornak hatalmas emlékünnepségeket. És nem sorolom a többieket. Amikor rá kell döbbennie, hogy ők felelősek ezért a magyarság pusztulásáért. Az ő erkölcseikkel felelősek érte. Mennyire más lett volna a II. Világháború utáni magyar történelem, ha nem ez a hajlott és könnyen meghajló gerincű Íj és Gyula válik szellemi vezetőjévé, hanem mondjuk egy Vas Albert, vagy egy Márai Sándor. Köszönöm a figyelmet.